2017-ben a fővárosi közgyűlés azt a döntést hozta, hogy a kanadai nyárfákat, mint amelyek itt is láthatók mellettem, mögöttem, 2025-ig ki kell vágni. Ugye ezek azok a nyárfák, amelyek májusban a fehér vattaszerű anyagot terjesztik a levegőben. Erről sokan azt hiszik, hogy allergén reakciót váltanak ki, azonban ezek nem váltanak ki allergiás reakciót. Viszont nagyon sok tájidegen fa kiváltja ezeket a reakciókat, így a Mi Hazánk mozgalommal olyan hazai fafajták ültetését kezdeményezzük Budapest szerte, amelyek nem allergének, és virágzásukkal tavasszal pompába tudják borítani egész Budapestet. A Mi Hazánk mozgalom javaslata tehát olyan hazai növényfajtákkal zöldíteni fővárosunkat, melyek nem allergének, melyek virágzása szépíti fővárosunkat, és egyben a hazai fafajták ültetésével megvédjük a fáinkat, amelyeket lassacskán már kiszorítják a tájidegen fafajták.